Köszöntöm Önöket, az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban folytatjuk egy korábbi témánkat, az anyagcserebetegségek okozta neurológiai szövődményekről beszélgetünk vendégemmel. Üdvözlöm ismét a stúdióban dr. Ilnicki Sándor neurológust, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket. Korábbi adásunkban ugye szót ejtettünk az előzményekről is, hogy kik hajlamosabbak ezekre a betegségekre, valamint a cukorbetegség rövid és hosszú távú következményeiről beszéltünk részletesebben. Folytatva további szövődményekkel, a pajzsmirigy túl- és alulműködés milyen gyakori, illetve milyen hatással lehet az idegrendszerre? Pajzsmirigy betegségek rendkívül gyakorinak mondhatóak, minden életkorban előfordulhatnak, de idősebb korban szinte általánosnak mondható, hogy a pajzsmirigy működés lelassul, elégtelenné válik, és ennek számos következménye lehet. Na most azt azért hangsúlyozni kell, hogy ezek nem neurológiai betegségek alapvetően, de lehetnek neurológiai szövődményeik, és előfordulhat olyan is, hogy a neurológiai vagy és pszichiátriai tünetek azok, amik fölhívják a figyelmet erre a problémára, nem pedig azok a klasszikus tünetek, amit az ember egy ilyen hormonális zavarban várhat. Tehát ugye alapvetően lehet alulműködés, meg túlműködés. Tehát a pajzsmirigy az tulajdonképpen az a mirigy, ami az egész anyagcserének az intenzitását, hatásfokát szabályozza, tehát gyakorlatilag mindenféle élettani működésre kihat, többek közt az idegrendszerre is. Nyilván most nem akarok én itt az endokrinológusok helyett a pajzsmirigy betegségekről általánosságokban beszélni, de azért azt tudni kell, hogy a túlműködés az gyakorlatilag annyit tesz, hogy az a hormon, ami az anyagcserét szabályozza, abból több termelődik, emiatt felpörög az anyagcsere, ennek minden következményével. Tehát a beteg fogyni kezd annak ellenére, hogy eszik, a pulzus száma megnövekszik, remegés jelentkezhet a végtagokban, hasmenése jelentkezik. Tehát minden olyan, ami arra utal, hogy fölgyorsult az anyagcsere. Ezen kívül a pszichéje is hasonlóképpen változik, tehát egyfajta felfokozott pszichés állapot alakul ki, ami nagyon hasonlíthat arra, mint egyes pszichiátriai betegségekben, például mondjuk mániában tapasztalható. Tehát az illető alig alszik, állandóan pörög, állandóan csinálna valamit, néha ez már a tolerancia szintet meghaladja a környezet részéről. Tehát előfordul, hogy ez lesz az a tünet, ami miatt a beteget orvoshoz hát tanácsolják, vagy viszik. És ilyenkor annak az orvosnak, aki elsősorban ugye nem endokrinológus, hanem pszichiáter vagy neurológus, résen kell lenni, és az elsők között, ha ilyen gyanú fölmerül, kizárni azt, hogy a betegnek nincs-e véletlenül pajzsmirigy túlműködése. Tehát, hogyha van egy beteg, akinek ilyen pszichés tünetei vannak, és amellett látunk testi jeleket, meg elmondják, hogy hát sokat fogyott mostanában, meg azt látjuk, hogy mondjuk 120-as a pulzusa, tehát vannak egyéb ilyen testi jelek, akkor ezt a gyanút föl kell vetni, és ha ez a gyanú fölmerül, ez egy nagyon egyszerű laboratóriumi vizsgálattal, vérből rövid idő alatt meghatározható, és hogyha ez igazolódik, akkor ezt kell kezelni, vagy ezt is kell kezelni, és ezzel együtt a másodlagos tünetek is szépen fognak javulni. Tehát ez életveszélyes állapot lehet, mert annyira fölpörgetheti a keringést, hogy akár ez szívelégtelenséghez is vezethet. Ezen kívül még egy csomó olyan tünete lett, ami most nem mennék bele. Lényeg az, hogy a pajzsmirigy túlműködés az járhat pszichiátriai neurológiai tünetekkel, amik lehetnek nagyon súlyosak. Ezzel szemben a pajzsmirigy alulműködése, ami főleg idősebb életkorban, hát mondhatnám szinte általános, pont az ellenkező tünetekkel jár. Tehát az illető lehet, hogy nem eszik többet, vagy keveset eszik, de ennek ellenére hízik, lelassul a gondolkodása, lelassul a mozgása, a szövetek vizenyőssé válnak, egyfajta ödéma alakul ki. Minden arra vezethető vissza, hogy lelassul az anyagcsere. Előfordul olyan, hogy mindezek a tünetek, amiket eddig elmondtam, ezek nem olyan feltűnőek, hanem például azzal kerül a beteg az orvoshoz, vagy az a fő panasza, vagy a hozzátartozóknak az a panasza, hogy olyan feledékeny lett, hogy lelassult, hogy a gondolkodása nem működik az illetőnek, és mondjuk a többi dolog az, hogy meghízott, meg hogy székrekedése van, meg stb. Ezek úgy nem annyira kerülnek előtérben. És egy korábbi adásban már beszéltünk arról, hogy a szellemi leépülés a demencia kivizsgálásánál nagyon fontos,
hogy azt a néhány olyan betegséget, ami visszafordítható demenciát okoz, azt fölismerjük, mert sajnos a demencia általában nem gyógyítható, nem visszafordítható, és nagyon örülünk akkor, hogy olyan betegséget tudunk találni, ami véletlenül éppen gyógyítható, kezelhető, megállítható vagy visszafordítható. Ezek közül az egyik leggyakoribb az a pajzsmirigy alulműködés. Tehát ilyenkor ugye az egész gondolkodás lelassul, mint mondtam, tehát olyan lesz a beteg, mint akinek egy valódi szellemi leépülés zajlik. Ezt össze lehet keverni mondjuk Alzheimer betegséggel, meg más demenciákkal is. Ezért a demencia kivizsgálásának a protokolljában az egyik első helyen van az, hogy ki kell zárni azt, hogy a betegnek nem lehet pajzsmirigy alulműködése, mert ha ez van, akkor azt meg kell kezelni megfelelően, és hogyha tényleg ez az oka az ő szellemi leépülésének, akkor az szépen fog reagálni, és visszajönnek azok a képességek, amik úgy tűnt, mintha elvesztek volna. És hogyan lehet kezelni ezeket a problémákat? Hát, hogyha különveszünk nyilván a túlműködést, az pont fordítva, mint az alulműködést. A túlműködést azt úgy lehet, vagy úgy szokták elsősorban kezelni, hogy pajzsmirigy gátló gyógyszereket adnak, de hát súlyosabb esetben előfordulhat az is, hogy a pajzsmirigyet azt műtétileg kell eltávolítani, mert olyan fokú túlműködés van, amit nem lehet gyógyszerrel befolyásolni, illetve hát van még az izotópus kezelés, mint lehetőség. Az alulműködés az annyiban hát egyszerűbb, hogy ott ha egy hormon hiányzik, akkor azt a hormon pótoljuk, mint ahogy a cukorbetegségnél is erről van szó többnyire. Tehát ott meg kell tenni azt a hormonpótlás mennyiséget, ami a betegnél a hiánytüneteket megszünteti, viszont nem csap át az ellenkező irányba. Tehát nem az a cél, hogy utána túlműködést csináljunk a betegnél, mert azzal legalább annyi bajt lehet okozni, szívritmuszavart és egyebeket, mint maga az alapbetegség okozna. Tehát magyar be kell állítani pontosan azt, hogy működik jól, vagy hogy jó a hormonszint. Tehát tulajdonképpen nem a pajzsmirigyet gyógyítjuk meg, csak az általa kevesebb mennyiségben termelt hormont pótoljuk, és ezzel beállítjuk az anyagcserét. Ezt természetesen ellenőrizni kell rendszeresen, mert az nem biztos, hogy amit most beállítottunk, az jó lesz egy fél év múlva is. Tehát ezeket a betegeket követni kell. És ha bármilyen olyan jel van, hogy visszatérne az eredeti probléma, akkor rögtön megnézzük a hormonszintet, és be tudunk avatkozni. A pajzsmirigy problémákról tovább haladva, a magas koleszterin szint miért lehet veszélyes? A magas koleszterin szint egy kicsit, hogy mondjam, átvezethető az előző témából, mert például a pajzsmirigy alulműködésnek egyik jellemző következménye az, hogy fölmegy a koleszterin szint, de persze ezer más dologtól lehet valakinek magas koleszterin szintje, ebbe nyilván nem tudunk most belemenni. De lényeg az, hogy a következmények szempontjából itt az érrendszerre gyakorolt hatást kell említenünk. Az érbetegségek egyik oka, egyik lehetséges oka az a magasabb koleszterin, de. És itt jön a de. Azt kell hangsúlyozni, hogy önmagában a magas koleszterin az akkor nem tud az erekkel káros hatást kifejteni, hogyha a betegnek eleve nincs egy hajlama erre. Tehát kell, hogy legyen egyfajta fogékonyság, mint szinte minden betegségre, ahhoz, hogy a magas koleszterin szint az ereket tönkre tudja tenni. Tehát nem egy olyat látunk, hogy valakinek borzasztó magas a koleszterinje nagyon régóta, és az égvilágon semmi érbetegsége nincsen. A másik beteg az viszont örökölt egy olyan hajlamot, vagy benne kialakult, ami miatt már egy enyhén magasabb koleszterin szint is nagyon komoly érbetegséget alakít ki. Tehát mondom, ez mindenképpen kell hozzá, és hát ami még kell hozzá, az idő. Tehát ezek nem úgy vannak, hogy most magasabb a koleszterin fél éve, és már tönkrementek az erek. Tehát ha valakinél ezt találjuk, akkor valószínűleg az már jóval korábban kialakult az a folyamat. Gyakran alkalmazzuk azt a módszert, hogy ha valakinél a koleszterin szint kezeléséről kell dönteni, magas koleszterin szint kezeléséről kell dönteni, ami nem mindig olyan egyszerű döntés, mert azért ezeknek a gyógyszereknek elég komoly mellékhatásai lehetnek. Tehát fölöslegesen az ember nem szívesen ad ilyen gyógyszert, hogy csinálunk egy nyakiér ultrahangvizsgálatot, amivel gyakorlatilag az érrendszer állapotát föl tudjuk mérni, és hogyha már azt látjuk, hogy igen, itt már komoly érbetegség van, akkor az egy nagyon komoly döntési érv, akkor, amikor mondjuk azt mondjuk a betegnek, hogy hát kéne szedni koleszterin csökkentőt a diéta mellé, és nem helyette. Hát itt szokott még lenni a félreértés, hogy sokan azt gondolják, szedik a gyógyszert, akkor nem kell odafigyelni a diétára, dehogy nem.
ez a kettő egymást kiegészíti. Rátérve egy következő pontra, a B12 vitamin hiánya milyen neurológiai tüneteket válthat ki? B12 vitamin az egy nagyon fontos vitamin, sokan nem is gondolják, hogy mennyire az. Egymástól látszólag különböző folyamatokban is fontos szerepet játszik, amiknek a zavara teljesen más területeken fog megnyilvánulni. Tehát a B12 vitamin hiánya az elsősorban azért azzal kezdeni, hogy mitől alakulhat ki. Tehát az nem nagyon fordul elő, hogy valaki nem visz be eleget a szervezetébe. Tehát egy normális táplálkozással bekerül annyi, amennyi nekünk kell. Na most a probléma ott szokott kezdődni, hogy valami miatt ez nem tud felszívódni. Tehát beviszi az illető, nem tud felszívódni. Mitől lehet ez? Bizonyos gyomorbetegségektől, bizonyos bélbetegségektől. Leggyakrabban egy úgynevezett autoimmun betegség áll a háttérben, ami megakadályozza azt, hogy felszívódjon a vitamin, tehát bármennyit visz be a beteg, nem fog felszívódni. És kialakulnak a hiánytünetek, amik néha elég gyorsan fejlődnek ki, és ezzel az a gond, hogy mire kiderül, hogy mi is a baj a betegnek, gyakran már maradandó, visszafordíthatatlan következményei vannak. Tehát itt ezért hangsúlyoznám, hogy erre gondolni kell, mert itt az időfaktor az egy nagyon fontos tényező. Milyen megnyilvánulással lehetnek? Tehát nagyon sokféle, de alapvetően kettő, amit ki kell emelni. Az egyik, az egy belgyógyászati, hematológiai probléma, az úgynevezett vészes vérszegénység. Ez annyit jelent, hogy nagyon kevés vörös vérsejt van, de azok nagyon nagyok, és nagyon sok bennük a hemoglobin. Tehát ez egy konkrét betegség, amit úgy hívunk, hogy vészes vérszegénység, ez egyéb más vér összetevőkre is kihat. Tehát ezt belgyógyásznak illik fölismernie. A másik megnyilvánulás, ami ezzel együtt vagy ettől akár független is lehet, az az idegrendszeri szövődmény. Ez elsősorban a gerincvelőt támadja meg. És ezek a tünetek, ezek néhány hét alatt ki tudnak alakulni, és nagyon sok más olyan betegséggel összekeverhetőek, aminek teljesen más a kezelése, a kifutása, és mondom, ez a probléma, hogy közben meg megy az idő. Tehát a betegeknek a leggyakoribb panasza az, hogy elkezd gyubbadni a lábuk mind a kettő, és ez, mit tudom én, hetek alatt jön föl, ráterjedhet a törzsre is, a kezekre is, a járásuk bizonytalanná válik emiatt, mert gyakorlatilag nem érzik a talajt a lábuk alatt. Olyan, mintha egy szivacson járkálnának. Aztán emellett gyengeség is kialakulhat az alsó végtagokon, illetve még egyéb tünetek, amit a vizsgálatnál mi látunk, a beteg nem biztos, hogy észlel. Tehát ezt a tünet együttest, ezt nagyon sok minden más is okozhatja, tehát ilyenkor a beteg szerencséje múlik, hogy rájönnek-e, hogy mi is a baja. Tehát ha egyidejűleg a betegnek mondjuk csinálnak egy vérképet, és látják ezt a bizonyos vészes vérszegénységet, akkor már könnyen összeáll a kép, de hogyha mondjuk az nincsen, csak ez van, akkor általában mire kiderül, hogy mi a baja, addigra már olyan mértékben károsodott a gerincvelő, hogy nem lehet ezt teljesen visszafordítani. Tehát az a baj, hogy többnyire hónapok telnek el, mire kiderül, hogy mi is a probléma, és akkor hiába adjuk meg a megfelelő kezelést, maximum annyit tudunk elérni, hogy kicsit javul, vagy megáll a romlás, de nem lesz tünetmentes. Most a diagnózisban nagyon nem lenne idő belemenni, hogy is lehet ezt megállapítani, de erre megvannak a módszerek, és a kulcs szó ott van, hogy gondolni kell rá. Tehát ha az ember nem gondol valamire, akkor nem fogja igazolni. Tehát véletlenül, vagy magától nem fog kiderülni ez a baj. És ami az egyik legfontosabb dolog, hogyha ez a betegség fönnáll, akkor ezt csak egyféleképpen lehet kezelni, méghozzá úgy, hogy injekcióban adni a B12 vitamin, mert bármennyit is eszik a beteg belőle, ha százszor annyit is, amennyi kell, nem fog felszívódni, mert ez a betegség lényege. Tehát, hogyha valaki ezt a betegséget viseli, akkor arra gondolni kell, hogy ezt a vitaminpótlást az élete végéig kell kapnia. Tehát szinte gyakori hiba az, hogy az elején pótolják a vitamint, beteg esetleg jobban is lesz, vagy megáll a romlás, és akkor egy idő után gondolják, hogy most ez már meg van gyógyulva, és abba hagyják ezt a rendszeres pótlást, injekciós pótlást, és akkor egy drámai visszaesés következik, és lehet, hogy abból meg már nem lesz visszaút. Tehát ezt hangsúlyoznám, ha valakinek ilyen baja van, akkor nagyon le kell figyelni, hogy azt folyamatosan élete végéig pótolni kell. Összességében elmondható egyébként, hogyha magát az anyagcserebetegséget rendszeresen és jól kezeljük, akkor megelőzhetőek ezek a szövődmények? Többnyire igen.
Tehát itt a háziorvosnak, belgyógyásznak a feladata vagy a felelőssége nagyon nagy ezekben az esetekben, mert többnyire ők azok, akik gondozzák az alapproblémát. Csak ugye a neurológus meg a pszichiáter felelőssége abban van, hogy néha a bevezető tünet, vagy az első tünet, az nem belgyógyászati, hanem neurológiai vagy pszichiáteri. Tehát akkor nekünk kell gondolni arra, hogy lehet ilyen oka, de alapvetően ezeknek a problémáknak a kezelése, az oki kezelése, az a belgyógyász, háziorvos, endokrinológus feladata. Tehát mi a szövődményeket szoktuk kezelni. Reméljük akkor, hogy sokak számára hasznos volt ez a beszélgetés, én nagyon szépen benne. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm, hogy elmondhattam. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten újabb témával várom önöket, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!